Az új európai mandátumban először találkoztak a képviselők Belgrádban. A vegyes bizottsági ülésen megkerülhetetlen volt az a kérdés, hogy az Európai Tanács nem hagyta jóvá a csatlakozási tárgyalások megkezdését Albániával és Észak-Macedóniával. A képviselők kitértek arra is, hogy a lépésnek milyen hatása lehet Szerbia csatlakozási folyamatára. Várjuk a decemberi tanácsi ülést, ugyanis decemberben fog kiderülni, hogy Szerbia és Montenegro számára milyen fejezetek kerülnek megnyitásra. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos bizonyítéka lesz majd az európai bővítés melletti elkötelezettségnek, és egyfajta lakmusztesztje lesz annak, hogy mire számíthatunk az elkövetkező időszakban a bővítés tekintetében. Albánia és Észak-Macedónia visszautasítása mellett örökzöld témák kerültek ezúttal is napirendre a vegyes bizottsági ülésen. Fogalmazott Kovács Elvira, a szerbiai parlament integrációs bizottságának elnök helyettese. De mint mondta, a bővítési fáradtság kérdése, a bővítés esetleges berekesztése is szóba kerül a kétnapos ülésen. Nyilvánvalóan, hogy elsősorban a 23-24-es tárgyalási fejezet, illetve az akciótervből megvalósult dolgokról szoktunk beszélgetni, illetve a Belgrád-Pristina párbeszéd gazdasági elemek, valamint most tekintettel a jelenlegi helyzetre. Tehát külön napirendben szerepel a választási rendszer módosítása. Jadranka Joksimović szerb integrációs miniszter felszólalásában kiemelte, Szerbia lassan ugyan, de halad a csatlakozási tárgyalásokkal. A korábbi évek dinamikájára lehet számítani ebben az évben is. Szerbia do kraja godine tokom finskog predsedavanja ima sasvim realne osnove i argumente za zemlju članice da otvori nova poglavlja koja su tehnički pripremljena. Trenutno su četiri u potpunosti tehnički pripremljena. To su poglavlja, dakle poglavlje 2 koje se tiče slobode kretanja radnika, poglavlje 4 koje se tiče slobode kretanja kapitala, poglavlje dakle 14 koje se odnosi na transportnu politiku i poglavlje 21 dakle na transevropske mreže. A vegyes bizottság ülése csütörtökön is folytatódik, amikor arról tárgyalnak a felek, hogy folyhat-e párhuzamosan az uniós bővítés az EU belső átalakításával.